Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma reggel az volt az első gondolatom, mennyire fontos most nemet mondani. Akkor is, ha ő jelentkezik és találkozni akar veled, mondj először nemet. Hagyd, hogy ő várjon most rád. Ne jelentkezz nála. Fontos az, hogy a közeljövőben harcoljon érted. Itt ezek a kártyák jelentik a te jelenlegi helyzetedet. Itt egy találkozásról, vagy egy házasságról, esetleg egy szerződésről van szó. Én úgy mondanám most ennél a jóslásnál, hogy ő találkozni akar veled, de mondj először nemet, várjon rád. Amennyiben ő nős, vagy van egy párkapcsolata, akkor ez a kapcsolat befejeződik, hiszen ez a tolvaj ezt eltávolítja. Ami számodra fontos, hogy őrizd meg ezt a büszke tartást. Később tudsz vele beszélgetni, találkozni, de először ne reagálj, vagy mondd le ezt a találkozást. Itt a képek erre is utalhatnak. Ő találkozni akar veled, a tolvaj ezt eltávolítja, és ezáltal megvan nálad ez a büszke tartás. Most megnézzük az ő helyzetét, vagy mi történik nála a közeljövőben, mi a szándéka, erre utalnak itt ezek a kártyák. Ez a virágcsokor azt jelenti, hogy te szép vagy, és ő bámul téged, vagy tetszel neki, ő tudatában van a te nőiességeddel, a te szépségeddel. Ez a hajó utal a reményekre, és itt ezen a kártyán látható a kulcs, hiszen ennek a hölgynek a kezében van, kinyit itt egy ajtót. Ezek a lehetőségek. Tehát ő reménykedik abban, hogy kinyílik ez az ajtó, jöhet hozzád, találkozhat veled, mert ő téged szépnek talál. Viszont a jelenlegi helyzetben, és ezt súgja a belső hangom, hogy nagyon fontos lenne ezt a találkozást lemondani. Amit ez a hajó még jelenthet, egy utazás, nyaralás, külföldi kapcsolatok, és ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, egy lelki út, egy lelki kapcsolat köztetek. Ez a kép itt vitákat és veszekedéseket jelent. És pontosan emiatt lenne jó ezt a találkozást lemondani. Lehet, hogy te megmondod a véleményedet, és ez félreértésekhez vezet, és akkor lesznek itt viták. De az is előfordulhat, hogy nála vannak most problémák a munkahelyén, a családban, a környezetében, és rajtad mutatja ki ezt a dühöt, és ez vezet félreértésekre és vitákra. Az is lehet, hogy mások beleavatkoznak a dolgokba, ezért légy türelmes, várj, amíg ő újra jelentkezik. És akkor más a hangulat, mert akkor elmúlnak ezek a viták, vagy megnyugszanak az események, és ezért fontos az, hogy ő kimutassa az érzelmeit, hogy harcoljon érted. És ez a kártya azt jelenti, ő jönni fog, és mik az ő tervei a közeljövőben, mi történik nála, milyen változások lesznek. Nála most minden így a levegőben lóg, ezért szeretne veled találkozni, veled beszélni,
de nincs jó hangulata. És ezt el kellene most neked viselned, ezért inkább mondd le ezt a találkozást. Hamarosan jelentkezik újra, és itt látható a levegő eleme, ami kommunikációra utal, és akkor másképp állnak a dolgok, megfordulnak az események, akkor így jobbnak látható minden, és akkor tudtok egymással beszélni, megvan a harmónia, és itt ez a kép utal a föld elemére, tehát amit ő tervez veled, és ez lehet egy házasság is, akkor azt ő kimondja. És minden olyan harmonikusan történik. Ez a két kártya egy fontos üzenet. Mindkettőnél a levegő eleméről van szó, a könnyűségről és a kommunikációról. Ő közeledik hozzád, de mondj nemet, ne találkozz most vele. És a későbbiek folyamán visszatér hozzád, és itt van ez a távolság, és így ki tudsz alakítani vele együtt egy harmonikus párkapcsolatot. És én kívánok neked ehhez sok sikert, nagyon sok szeretettel, Dendera!